conseguenza di questo. Nagyon jól emlékszem például Ferenc pápa igen bátor látogatására a Közép-afrikai köztársaságban, ahol gerillák harcoltak, igen súlyos összecsapások zajlottak, amelyeknek vallási színezete is volt. Muzulmánok és keresztények csaptak össze. Az, hogy ilyen helyzetben odautazott, hatalmas erejű békeüzenet volt. A 20. században nem csupán az változott, hogy a katolikus egyházfők elhagyták Olaszországot, és különböző országokban meglátogatták a híveket, hanem a kereszténység üzenetének eljuttatásában is forradalmi változás állt be azzal, hogy létrejött a Vatikáni Rádió, amelynek magyar nyelvű adása is van. Mi az én dolgom? A Szentatya tanításának a közepét, a szívét magyarul érthetően, szépen, kedvesen, vonzóan szóvá tenni. Azért ez egy szép feladat. És főként azt szem előtt tartva, hogy kezdődött ez II. János Pál pápával, tartott ez folyamatosan Benedek pápán át, és most én már 9 éve itt ülök, és ugyanazt a munkát végzem. Minden nap más, beülök, tabula rasa, nincs semmi, elmeséljük, ami aznap történik nagyjából, amit a pápa tesz, többnyire délelőtt tevékenykedik ő, és hát ő régebben, megelőző időszakban nagyon sok kitekinteni valónk volt, világegyháza, Ferenc pápa aktívabb, több esemény van mögötte, több a tanítása is, és hát ennek megfelelően nagyjából a mi 20 perces napi adásunkat, ami egy hírműsor, kitölti. Immár bő 30 éve működik Rómában, a Fraknói villában, a Szentszékhez és a szuverén máltai lovagrendhez rendelt magyar nagykövetség. 2015-től hazánk szentszéki nagykövete Habsburg Eduard, aki tevékenyen részt vesz a pápai látogatás előkészítésében. Pápa látogatás mindig egy dupla látogatás van, az állam mellett és az egyház mellett. És a nagykövetség mindig kicsit az állam és az egyház között dolgozik, a vatikáni mellett nagykövetség. Mi itt nagykövetségen segítjük, a legfontosabb, hogy mi olvasuk a cikkeket, mi tudjuk, mit írja a nemzetközi és a vatikáni sajtó ez a látogatásról, ott segítjük. Utána fontos tudni, hogy van sok újságíró itt, aki akarnak interjút készíteni velem, mert mindenki akarja tudni, na miért a Szentatya kétszer megy Magyarországra. És én mindig mondom, hogy háromszor. Három van a találkozás. És a nagyköveti kar, a nagyköveti karnak nagyon érdekes velem most beszélni, és érteni, mi a téma, mi a program, miért jön a Szentatya Magyarországra. És én mindig mondom, hát mert mi magyarok vagyunk. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, több mint 11 000-en vagyunk jelen. Álljunk föl a dicsőítésre, hamarosan érkezik hozzánk Ferenc pápa. Áldom szent neved, a mézzel folyó földeket, hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet.
soha nem volt, soha nincs, soha nem lesz más Isten, csak az egyetlen. Yeah.
látni, hogy ennyien együtt vagyunk itt az arénában ezen a különleges alkalmon. Szeretnék bemutatkozni. Fogarasi Boti vagyok, és én leszek az egyik házigazda. Partnerem pedig, akivel én már negyedik alkalommal találkozhatok ilyen formában, Kálai Kati. Sziasztok! Isten hozott mindenkit, és nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik online kapcsolódnak be. Örülök, hogy újra találkozhatunk. Tegye fel a kezét, aki már volt forrásponton. Jó, jó, vagyunk egy páran. Hiszen ez a mai alkalom is egy forráspont. Forráspont Ferenc pápával. A délután folyamán különleges vendégek fognak a színpadra lépni. Az imént hallhattátok a Forráspont bendet Sapszon Orsival, Vizi Mártonnal és Varga Mónival. Ők az egész délutánunkat végig fogják kísérni. Újra a színpadon köszönhetjük a négy akkordsó kórust Réti Kati vezetésével. A délután első felében hallhatjuk majd a Domine című számában Istenbe vetett hitének megtartó erejéről tanúságot tenni Rúzsa Magdit. Erzsébet életét bemutató az Ég tartja a Földet című musicalből egy részletet énekel nekünk Bori Réka és Koltai Nagy Balázs. A forráspontok életében először láthatjuk Vasilenko Eugénia és Hernitz Albert koreográfiáját előadó Forráspont tánckart. És hát nem árulunk el nagy titkot, hiszen mindenki tudja, hogy itt lesz velünk Ferenc pápa. Sokan találkozhatunk vele másfél évvel ezelőtt az eukarisztikus kongresszus záró miséjén, és hát hatalmas megtiszteltetés, hogy ilyen rövid időn belül már másodszor látogat el hozzánk magyarokhoz. Ez valóban különleges áldás, az én szüleim a mai napig emlegetik II. János Pál 1991-es országlátogatását. Kati, te valamikor találkoztál már Ferenc pápával? Nekem a krakkói ifjúsági találkozón és Csíksomjon volt szerencsém őt látni és hallani. És te? Nekem 2018-ban Rómában a nemzetközi minisztrány zarándoklaton volt lehetőségem találkozni vele. Tegye fel a kezét, ki az, aki már akár az eukarisztikus kongresszuson, akár máshol már találkozott Ferenc pápával? Hú, jó sokan vagytok, nagyon jó! A távolból már többször láttuk őt, de ismerjük meg őt egy kicsit közelebbről is. Nem tudom, tudtátok-e, hogy egy olasz származású, ötgyerekes családban nőtt fel Argentínában, Jorge Mario Bergoglio néven. Latin-amerikai származása kapcsán nem meglepő, hogy fiatal korában nagyon szeretett például tangózni. És vegyésztechnikusi oklevelet is szerzett. A Buenos Aires-i főegyházmegye segédpüspöke, később érseke volt, majd 2001-ben II. János Pál kreálta bíborossá. És 2013. március 13-án 19 óra 6 perckor választották pápává. Ő az első jezsuita pápa. És egyben az első dél-amerikai. Ezek mellett tudtátok, hogy mennyire közvetlen? Pápasága elején például volt, hogy lekváros kenyeret kent az ajtaj előtt álló svájci gárdistának reggelire. Ezt még nem hallottam, de azt igen, hogy már pápaként személyesen hívta fel a Buenos Aires-i újságosát, hogy lemondja az előfizetést. Tavaly előtt pedig nem tudom, hogy emlékeztek-e, amikor megérkezett Budapestre, még azzal is viccelődött, hogy a mennyország hivatalos nyelve a magyar. Miért is pontosan? Mert egy örökkévalóságig tart megtanulni. Hát, bennem legutóbbi látogatása során az maradt meg, hogy minket magyarokat mennyire szeret. Emlékszel, milyen megható volt, amikor legutóbb itt járt, és az úrangyala imádság előtt a hősök terén magyarul mondta, hogy Isten áld meg a magyart. És még azt is tapasztaltam, hogy az ifjúsági világtalálkozók kapcsán, hogy minket fiatalokat is nagyon szeret. Nem tudom, tudtátok-e, hogy 4 évvel ezelőtt írt a pápa nekünk fiataloknak egy nagyon hosszú levelet, Christus Vivit címmel. Őszintén szóval én akkor még nem hallottam róla, de a mostani látogatás kapcsán kezembe vettem, és nagyon jó. Te biztos olvastad, Kati. Na, mert te is ilyen őszinte voltál, akkor én is elárulom, hogy most ismerkedem vele, és tényleg jó. Vannak részek, amik inkább nekünk, közép-európaiaknak szólnak, míg máshol távolabbi kontinenseken élő fiatalok problémái kerülnek elő. Jó ezekről is tudni.
Amíg megérkezik a Szent Atya, szeretnék egy-két képet felvillantani az ő életéből, az ifjúsági találkozókról, és egy pár részletet megosztani veletek a hozzánk szóló üzenetéből. Kezdjük is el! Prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Krisztus él, ő a mi reményünk, és a világ legszebb fiatalsága. Minden, amihez ő csak hozzáér, megfiatalodik, megújul, és megtelik élettel. Ezért az első szavak, melyeket egyenként minden keresztény fiatalhoz intézni szeretnék ezek. Ő él, és éltetni akar téged. Ő benned van, veled van, és nem hagy el soha. Ezért te eltávolodhatsz, a feltámadott azonban melletted marad. Hív, és várja a te újrakezdésedet. Amikor a szomorúság, a düh, a félelmek, a kétségek vagy a csalódások miatt öregnek érzed magad, ő ott lesz, hogy visszaadja az erőt és a reményt. Feltámadok
Ferenc pápa ezt mondja nekünk. A fiatalok nagyon erősen érzik a szerelemre szóló meghívást, és arról álmodnak, hogy találkoznak a megfelelő társal, akivel egy életet alkothatnak és családot alapíthatnak. Kétségtelenül olyan hivatás ez, amelyet maga Isten ad az érzelmek, a vágyak és az álmok által. Szívesen gondolok arra, hogy két összeházasodó keresztény szerelme történetében fölismerte az Úr hívását, a meghívást, hogy ketten, mint férfi és nő, egy testet, egy életet alkossanak. A házasság szentsége ezt a szerelmet elhalmozza Isten kegyelmével, belegyökereszteti magába Istenbe. Ezzel az ajándékkal, e hivatás bizonyosságával, biztonsággal el lehet indulni. Nem kell félni semmitől. Ketten együtt mindennel meg fognak küzdeni. Minket pedig így bátorít. Ebben az összefüggésben emlékeztetek arra, hogy Isten férfinak és nőnek teremtett minket. Ő maga teremtette a szexualitást, amely csodálatos ajándék teremtményei számára. Az igazi szerelem szenvedélyes. Egy férfi és egy nő szerelme, ha szenvedélyes, arra visz, hogy örökre odaadd az életed. Örökre. Testestől, lelkestől. Csak néked szólt bennem minden lamat. Ne cserélj, nem cserélek, szerelmünknek kevés egy élet. Szívemből énekelek, szívemből mondom neked, elgondol a kerek világ. Csak te Szerelmünknek kevés egy élet. Szívemből énekelek,
la jornada de la juventud. Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Questa parola, misericordia, tutti, un'altra volta, un'altra volta, perché il mondo senta. Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. No, son el presente. No son el futuro de Dios. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Fiatalnak lenni több, mint életkor. A szív állapota. Ezért egy olyan ősi intézmény is, mint az egyház, képes hosszú története során időről időre megújulni, újra fiatallá válni, és a legtragikusabb pillanataiban visszatérni az első szeretethez. Kérjük az Úrtól, hogy szabadítsa meg az egyházat azoktól, akik öregíteni akarják, a múlthoz akarják kötni, fékezni és mozdulatlanná akarják tenni. Kérjük azt is, hogy szabadítsa meg egy másik kísértéstől, hogy engedd mindannak, amit a világ kínál neki, hogy elkendőzi a maga üzenetét és másokat utánoz. Nem. Csak akkor fiatal, ha azonos önmagával, ha képes állandóan visszatérni a maga forrásához.
Krisztus vivit, Krisztus valóban él. Köszönjük az előadóknak a dalokat és a felolvasott részleteket. Boti, téged az elhangzottakból mi érintett meg legjobban? A bevezetőben volt egy gondolat, ami engem nagyon megfogott. Így ír Ferenc pápa. Te eltávolodhatsz, a föltámadott azonban melletted marad, hív téged és várja újrakezdésedet. Van ebben egy apró ellentmondás, amin én most nagyon sokat gondolkodtam. Te eltávolodhatsz, ő azonban melletted marad. Tehát a Jóistentől úgy igazán eltávolodni nem tudunk. Egyszerűen csak nem veszük észre, vagy nem tudjuk elfogadni, hogy ő mindig jelen van. Ez nekem személyesen is egy tanulási folyamat volt, sőt, ha őszinte vagyok, még mindig az. Amikor egy mélyponton voltam az életemben, sok mindennel előbb foglalkoztam, mint azzal, hogy a Jóisten hol van ott az én küzdelmeimben. Viszont visszatekintve mindig fel kellett fedeznem, hogy ő igenis ott volt, hívott és várta az én újrakezdésemet. És ez a fajta felfedezés nagyon sokat segített, hogy legközelebb észrevegyem, hogy én nem eltávolodok, egyszerűen csak nem veszem észre, vagy nem akarom észrevenni, hogy ő ott van, és segíteni szeretne. Kati, neked volt valami, ami meg tudott érinteni? Az általam felolvasott részlet minden szava szívemhez szólt, mivel nyáron férjhez megyek, így megerősítő volt hallani. Gratulálunk! Így mennyasszonyként megerősítő volt hallani, hogy mit üzen számunkra Ferenc pápa, akik fiatalon köteleződünk el. A mai világban talán dönteni a legnehezebb, ezért a következő gondolat különösen fontos volt számomra. Ezt írja Ferenc pápa. Ezzel az ajándékkal, e hivatás bizonyosságával, biztonsággal el lehet indulni. Nem kell félni semmitől. Ketten együtt mindennel meg fognak küzdeni. És tényleg nem szabad elfelejteni, hogy akár egy kapcsolatban, egy barátságban, egy családban vagy egy házasságban nem egymás ellenségei, hanem csapattársak vagyunk, akiknek együtt kell nyerni. És ez az Isten hatalmas segítséget ad. Köszi, Kati. Reméljük, hogy titeket is meg tudott érinteni egy-két gondolat a Szentatyától, aki nem sokára itt lesz velünk. A mi nevünkben is a Magyar Püspöki Konferencia ifjúsági referense Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi vegyéspüspök fogja majd köszönteni. Mielőtt azonban Ferenc pápát fogadjuk, énekeljük el együtt az Ignác a Lelkek Lovagja című musical pápa látogatásra átír dalát, a Caminót, amely már biztos sokatoknak ismerős lesz. Ez a musical azért is nagyon kedves számomra, mert volt miskolci jezsuita diáktársaim adták először előszínházban. Továbbá ez a dal nagyon szépen ez tényleg tapsot ígér. Továbbá ez a dal nagyon szépen kifejezi azt a vívódást, amin Ignác átment megtérése után, és amit mi magunk is megtapasztaltunk a hétköznapjainkban. Továbbá ez egy fohász és a békért, amire mindannyian vágyunk. Fogadjuk hát szeretettel Szandit, Nagybogit, Szőcsrenit, Dolhai Attillát, Vizi Marcit és Dániel Figergőt. Még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a mamám, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás. Hogy jobban, s bennem, hiszen tőled lesz erő.
hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássa bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Yeah.
Szent Atya, hálásan köszönjük a magyarországi látogatását, és különösen azt, hogy a fiatalokra külön figyelmet fordít. Az ifjúság pasztoráció referens püspökeként a jelenlévő több mint 11 ezer, illetve az egyházi középiskolákban tanuló több mint 45 ezer fiatal, a katolikus egyetemeink 17 ezer hallgatója, az egyetemi lelkészségek, a fiatalokkal foglalkozó lelkiségi mozgalmak és a plébániákon aktív fiatalok, valamint a környező országok egyházmegyéiből érkezett magyar résztvevők nevében szeretettel köszöntöm. Az ifjúság kora a nagy kérdések ideje. Mi az élet értelme? Mi az én utam az életben? Hogyan leszek boldog? Miért van szenvedés és halál? Van-e örök élet? De a fiatalság ugyanakkor a nagy válaszok ideje is. Nem nekünk felnőtteknek kell a válaszokat megadnunk, hanem az a feladatunk, hogy segítsünk nekik megtalálni azokat. Ezért fontos, hogy melléjük szegődjünk, hogy a hitünket hitelesen éljük meg, és így adjuk tovább, megmutatva, hogy a hit nem csupán tan, hanem találkozás és kapcsolat az élő, a feltámadt Jézussal, akitől megtanulhatjuk, hogyan éljünk. Biztató tudni, az ifjúsági szinódus kapcsán készült országos felmérésből, hogy a gyakorló katolikus fiatalok nagy többsége ismer olyan személyt az egyházon belül, akihez bizalommal fordulhat személyes ügyben, az életét érintő kérdésekkel. Az is látszik, hogy a fiatalok fogékonyak az elesettek, szegények támogatására, szívesen vesznek részt karitatív kezdeményezésekben, ha bátorítást kapnak hozzá, és hogy ez a generáció már sokkal érzékenyebb a teremtésvédelem kérdéseire is. A lisszaboni ifjúsági világtalálkozóra készülve Máriára, égi édesanyánkra tekintünk, akit mi magyarok nagyasszonyaként is tisztelünk, és kérjük közbenjárását, segítségét, hogy mi is készségesek legyünk, sietve elindulni és tenni a jót. Szent Atya, köszönjük, hogy velünk van, hogy segít megtalálni a Jézusi válaszokat. Köszönjük, hogy együtt járhatjuk életutunkat. Isten hozta, Isten éltesse. Erzsébet után a legismertebb Puskás Ferenc Pancsó. A legismertebb magyar találmány, Rubik Ernő. Van egy szabály. És akkor eljutunk a teljességbe, olyan, mint az életünk. És Tokai Asszú. Medicina. Thank you.
Kedves Szentatya, kedves fiatalok! Krabót Bertalan vagyok, barátaimnak csak Berci. Egy katolikus családban vagyok a legidősebb fiú testvér, és a Szegedi Pirista Gimnáziumban töltöm napjaimat. Van egy nehézségem, ami ott is gondot okoz, és szerintem látszik is rajtam. Meglehetősen izgulós vagyok, sokszor értelmetlen dolgokon stresszelek rengeteget. Nem egyszer fog el bénító akadalom, akár csak most, amikor a Szentatya előtt teszek tanúságot a hitemről. Tanúságot, hogy Isten és Jézus nem valami távoli mesekönyv szereplői, nem szuperhősök egy képregényben, hanem annál végtelenszer többek. Régebben ez az egész vallásos dolog távol áll tőlem. Egyszerűen nem foglalkoztatott. Sőt, nélküle akartam élni. Nem akartam misére járni. A gyónást, mint olyat, értelmetlennek találtam. Mondván, mi értelme utólag bocsánatot kérni? Nem értettem, hogy miköze a pap meglehetősen elvont, bonyolult vasárnapi prédikációjának, meg a mennyben üldögélő Istennek, az én elég konkrét, mindennapi problémáimhoz. A szentek már mind fent vannak, ők nyertek, kivitték a játékot. Én meg nem. Aztán, amikor épp 625. alkalommal találtam szembe magam a tinédzserkor problémáival, egy péntek este részt vettem életem első minisztráns foglalkozásán. Csodálkozva tapasztaltam, hogy ha bár sokat nevettünk, ez nem jelentette azt, hogy bárki akár csak egy pillanatra is komolytalanul viszonyulott volna Istenhez, a megváltáshoz, vagy a feladatunk fontosságához. Aztán a többi jött magától, első áldozás, cserkészet és a legutóbb bérmálkozás, ami eddig életem csúcspontja volt. Az én történetem nem jelenésekről szól, hanem kitartó növekedésről. Ezekre az összetartó közösségekre támaszkodva végül egyik lépésről a másikra sikerült megtalálnom a hitemet. Sikerült hosszú évek, hullámvölgyektől sem mentes, kitartó, apró döntéseivel eljutnom oda, hogy tanúsíthatom, Isten létezik és velem van. Nem csak péntek délután, hanem még hétfő reggel is. Hogy Jézus nem csak a zsenikért és az olimpikonokért halt meg a kereszten, hanem mindenkiért. Mert minden embert, köztük engem is, végtelenül szeret, és mert mindannyiunk életének van célja, értelme. Köszönöm szépen! Csókad úra vagyok, egy Baranya megyei kisvárosban lakom a családommal. Helyes értékrendben nevelkedtem, azonban ahogy a szüleim, én is közömbösen álltam a valláshoz, magához Istenhez. Jártam hittanórákra, első áldozó lettem, majd egy katolikus gimnáziumban kezdtettem meg középiskolai tanulmányaimat. Azonban Isten jelenlétét egyáltalán nem éreztem. Ahogy kezdtem felnőni, egyre jobban tudatosult bennem, hogy valami hiányzik a lelkemnek. Voltak barátaim, a szüleim biztosították számomra a megfelelő körülményeket, látszólag ideális világban éltem. Ezt az időszakot azonban egy mély lelki válság jellemezte. Sosem éreztem magam igazán boldognak, és ugyan közhelyé vált ez a kifejezés, de nem találtam a helyem az életemben. Majd 2021-ben kaptam egy lehetőséget az iskolámtól, hogy részt vettek a Forráspont nevű ifjúsági eseményem. Ma már tudom, hogy a jó Isten adta nekem ezt a lehetőséget, hogy rátaláljak az ő útjára. Azon az estén éreztem először azt, hogy velem van.
betöltötte a hiányt, ami mindvégig bennem volt. Ahogy haladtam előre az úton, egyre jobban kezdtem őt megismerni. A bérmállásom újabb mérföldkő lett a hitéletemben. Megtapasztaltam Isten végtelen szeretetét. Onnantól kezdve egy hatalmas kaland lett az életem. Rengeteg élményben lehetett részem. Több vallási eseményen is részt vettem, így egy jó kis közösség tagjává váltam, és értékes barátságokra is szert tettem. Valamint Isten útján találtam rá a hivatásomra, és bízom benne, hogy segítségével, tanárként én magam is a hozzávezető útra vezethetem a gyermekeket. Kamaszkoromból kifolyólag sok nehézségekkel megküzdem nap mint nap, de ma már tudom, hogy van valaki, aki mellettem áll, és bármilyen akadály jön velem szembe, van ki a segítségért fordulnom. Fiatalkorom ellenére rengeteg csodának és Isten élménynek lehettem már a részese, de tudom, hogy ezek jelentős része még előttem áll. Köszönöm szépen! Santo Padre, kedves Szent Atya! Levcsenkó Tódor vagyok, a Miskolci Jezsuita Gimnázium diákja. Kárpátaljáról származom. Magyar-görög-katolikus papcsaládban nevelkedem. Szülőföldem vértanú alakja, a sokat szenvedett görög-katolikus püspök, Boldog Romzsa Tódor. Nevemet az ő tiszteletére kaptam. Ez az örökség sokszor elgondolkodtatott hitemről. Mi a hivatásom a korosztályom felé? Van egyáltalán értéke a hitvallásomnak? Meghall engem valaki? Miskolcon tanulok, ahol sok más társamhoz hasonlóan biztonságban és lelki kiegyensúlyozottságban élek. De látom és tapasztalom szülőföldemen zajló eseményeket, és egyre inkább úgy érzem, nekem is tanúságot kell tennem hitemről saját környezetemben. Hiszen itt is van miért küzdenem. Sokan közömbösek hitek iránt, nem tartják fontosnak szüleik és elődeik megküzdött örökségét. Küldetéstudatunkat sokszor elaltatja, hogy biztonságban és nyugalomban élhetünk. De látnunk kell, hogy tőlünk néhány kilométerre a háború és a szenvedés határozza meg a hétköznapokat. Most, hogy itt állhatok a Szent Atya előtt, szeretnélek én is bátorítani benneteket. Mutassuk meg, hogy a hit és a béke erejével felül tudunk emelkedni a békétlenségen. Legyen bátorságunk kiállni. Legyen bátorságunk kiállni hitünk mellett, és fölvállalni a béketeremtő hivatásunkat. Ne szégyeljük, hanem büszkén vállaljuk föl Krisztus nevünkben. Ne futamondjuk meg, ha valaki kicsinek, erőtlennek vagy alkalmatlannak tart bennünket a felnőttek világában. Kérem a Szent Atyát, hogy imádkozzon a magyar fiatalokért. Szent Atyánk! Nagy Krisztina vagyok Egerből, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemről érkeztem, és elhoztam a magyar egyetemisták, valamint a régiónban élők üdvözletét. Fiatal felnőttnek lenni egy rohanó, mindent elénk kínáló világban nehéz olykor. Keressük önmagunkat, s nem hagyunk időt a zajban, a csendnek, mert félünk a magánytól, ebben pedig nap mint nap el is fáradunk. Van, hogy én is fáradtan lépek be az egyetemi óráimra, de ezekben a nehezebb pillanatokban csak feltekintek az előadó termeinkben lévő keresztre, feltéve magamban a kérdést. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tudom, Jézus azt válaszolná, ne félj, csak higgy. Ő ad számomra minden nap erőt.
Az, hogy katolikus egyetemre járhatok, nyugalmat ad. Ez azt jelenti, hogy bátran gyakorolhatom az egyetemi létemben is a hitemet, amelynek szépségét megismertethetjük egymással, a különböző eseményeken, előadásokon, közösségi alkalmakon és szentmiséken keresztül. Azzal, hogy az egyház bekapcsolódik az egyetemi életbe, közelebb hozza Istent a fiatal generációhoz, s mint jó pásztor vezet, támogat bennünket, mint tanulmányainkban, mint keresztény életünkben. Nem utolsó sorban pedig lehetőséget teremt, hogy a világi zajban újra lelelhessünk a csendben Istenre. Köszönöm. Megkérem, hogy álljunk föl, cari fratelli e sorelle, vorrei dirvi Kocsonom. Grazie. Grazie per la danza, grazie per il canto, per le vostre testimonianze coraggiose e grazie a ciascuno per essere qui. Sono felice di stare con voi. Grazie. Monsignor Ferenc ci ha detto che la gioventù è tempo di grandi domande e grandi risposte. È vero,
ed è importante che ci sia qualcuno che provochi e ascolti le vostre domande e che non vi dia risposte facili, risposte preconfezionate, ma vi aiuti a sfidare senza paura l'avventura della vita in cerca di risposte grandi, risposte preconfezionate. Non servono, non fanno felici. Così infatti faceva Gesù. Bertalan, hai detto che Gesù non è un personaggio di un libro di fiabe, un supereroe di un fumetto. Ed è vero. Cristo è Dio in carne e ossa, è il Dio vivo che fa vicino a noi. È l'amico, il migliore degli amici, è il fratello, il migliore dei fratelli, ed è molto bravo nel porre domande. Nel Vangelo, infatti, lui, che è il Maestro, prima di dare risposte fa delle domande. Penso a quando si trova davanti a quella donna adultera contro di cui tutti puntavano il dito. Gesù interviene, quelli che l'accusavano se ne vanno e lui rimane solo con lei. Allora con delicatezza le chiede: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? E risponde: nessuno, Signore. E così, mentre lo dice, capisce che Dio non vuole condannare, ma perdonare. Mettete questo nella testa, Dio non vuole condannare, ma perdonare. Mettete questo nella testa, Dio perdona sempre. Dio perdona sempre. Come si dice in ungherese Dio perdona sempre? Tu che sei il traduttore, come si dice? Fallo dirlo a loro. Isten mindig meg... Isten mindig megbocsájt. Ezt ne felejtsétek el soha. Come si dice? Isten mindig megbocsájt. Come si dice tutti? Un'altra volta. Non dimenticarvi, E lui è pronto a rialzarci ad ogni nostra caduta. Con lui perciò non dobbiamo mai avere paura di camminare e andare avanti nella vita. Pensiamo anche a Maria Maddalena, che al mattino di Pasqua fu la prima a vedere Gesù risorto. E ne aveva una storia quella, ma è stata la prima a vederlo. Lei era in lacrime accanto alla tomba vuota di Gesù e le domanda: donna, perché piangi? Chi cerchi? E così, toccata sul vivo, Maria di Maddala apre il cuore e racconta le sue angosce, rivela il suo desiderio e il suo amore. Dove è il Signore? E guardiamo al primo incontro di Gesù con quelli che diventano i suoi discepoli. Due di loro, indirizzati da Giovanni Battista, li vanno indietro. Il Signore si volta e fa un'unica domanda: che cosa cercate? Anche io faccio una domanda, ma ognuno la risponde nel cuore. Dopo che io faccia la domanda, facciamo silenzio. Szeretnék valamit tőletek kérdezni, de a választ azt mindegyiketek a szívetekben adjátok meg, csendben. La mia domanda è: che cosa cercate? Che cosa cercate nella vita? Che cosa cercate nel tuo cuore? Mi az, amit igazából az életben kerestek? Mi van a szíved mélyén, amit igazából keresel? E in silenzio ognuno risponde dentro di sé. Csendben válaszoljatok erre a kérdésre. Che cosa cerco io? Mi az, amit én keresek? E Gesù non fa tanta predica, no, fa strada, fa
fa la strada insieme a ognuno di noi. Gesù cammina a ognuno di noi. Non vuole che i suoi discepoli siano scolari che ripetono una lezione, ma lui vuole che i discepoli siano giovani liberi e camminino, compagni di strada di un Dio che ascolta i loro bisogni ed è attento ai loro sogni. Poi, dopo parecchio tempo, due giovani discepoli scivolano malatamente. Perché i discepoli di Gesù hanno scivolato tanto, eh? Fanno a Gesù una richiesta sbagliata, cioè di poter stare alla sua destra e alla sua sinistra quando lui diventerà re. E volevano arrampicarsi questi, no? Ma è interessante vedere che Gesù non le rimprovera per aver osato. Non dice loro, come vi permettete, smettete di sognare queste cose? No, Gesù non abbatte i loro sogni, non abbatte, ma li corregge sul modo di realizzarsi. Accetta il loro desiderio di arrivare in alto, è buono quello, ma insiste su una cosa da ricordare bene, non si diventa grande scavalcando gli altri, ma abbassandosi verso gli altri, non a discapito degli altri, ma servendo gli altri. Io vorrei ripetere questo, e vorrei ripetere, e dirò al traduttore che gentilmente lo ripeta. Quello che dice Gesù, come ci corregge, ci ricorda che non si diventa grandi scavalcando gli altri, ma abbassandosi verso gli altri. Non si diventa grande a discapito degli altri, ma servendo gli altri. Meg szeretném ismételni nektek azt, hogy nem, hogy merészelitek, még csak ne is álmodjatok ilyenről, mert Jézus nem rombolja le álmaitokat. Avete capito? Vedete? Gesù è felice che i discepoli raggiungano grandi traguardi. Gesù non ci vuole pigri e poltroni, non ci vuole zitti e timidi, ci vuole vivi, attivi, protagonisti, protagonisti della storia, e non svaluta mai le nostre aspettative, ma al contrario, alza l'asticella dei nostri desideri. Gesù sarebbe d'accordo con un vostro proverbio che spero di pronunciare bene. Aki mer asnier. Voi potete domandarmi come si fa a vincere nella vita, essere vincitori nella vita. Ci sono due passaggi fondamentali come nello sport. Primo, puntare in alto, primo passaggio. Secondo, allenarsi. Puntare in alto e allenarsi. Puntare in alto, dimmi, hai un talento? Di sicuro che l'hai, tutti ne abbiamo. Non metterlo da parte pensando che per essere felice basti il minimo indispensabile. Un titolo di studio, un lavoro per guadagnare, divertirsi un po'. No, metti in gioco quello che hai, ma mettilo in gioco. Hai una buona qualità, investi su quella, senza paura, vai avanti. Senti nel cuore che hai una capacità che può far bene a tanti. Senti che è bello amare il Signore, creare una famiglia numerosa, aiutare chi è bisognoso. Vai avanti, non pensare che siano desideri irrealizzabili, no, no. Ma investi sui grandi traguardi della vita. Investi sui grandi traguardi della vita. Questo è il primo, non certo puntare in alto.
non abbassarsi. Il secondo, allenarsi. Come? In dialogo con Gesù, che è il miglior allenatore possibile. Lui ti ascolta, lui ci ascolta, lui ti motiva, lui crede in te, sai? Gesù crede in te, sa tirar fuori il meglio di te. E sempre invita a fare squadra, mai da soli, ma con gli altri. Questo è molto importante, no? Se tu vuoi maturare, crescere nella vita, vai avanti facendo squadra. Ha te előre akarsz menni az életben, akkor menj egyszerűen előre, és mindig csapatjátékos legyél, soha ne egyedül, mindig másokkal együtt. E facendo squadra nella comunità, vivendo esperienze comuni. Penso ad esempio alle giornate mondiali della gioventù e colgo l'occasione per invitarvi alla prossima, che sarà in Portogallo, a Lisbona, all'inizio di agosto. Oggi invece c'è la grande tentazione di accontentarsi di un cellulare e di qualche amico, poca cosa a favore. Ma anche se questo è ciò che fanno tanti, anche se fosse quello che ti fa fare, non fa bene. Tu non puoi chiuderti in un gruppo di amici, tu piccolino, e dialogare soltanto col cellulare. Questo è una cosa, permettetemi la parola, un po' stupida, no? Alla kérlek benneteket, hogy ne zárkozzatok a telefonotokkal, a mobiltelefonnal való beszélgetéssel csak, vagy a néhány baráttal csak, mert ez egy kicsit buta, engedjétek meg, hogy ezt így elmondjam nektek. C'è poi un elemento importante per allenarsi. E tu, Cristina, ce lo hai ricordato dicendo che tra mille corse, tanta frenesia e velocità, c'è una cosa essenziale che manca oggi ai giovani e pure agli adulti. Hai detto, noi ci concediamo il tempo per il silenzio nel rumore, perché abbiamo paura della solitudine e poi ogni giorno finiamo per essere stanchi. E lo hai detto tu, Cristina, Grazie. Vorrei dirvi, in questo non abbiate paura di andare controcorrente, di trovare un tempo di silenzio ogni giorno per fermarvi e pregare. Oggi tutto vi dice che bisogna essere veloci, efficienti, praticamente perfetti come delle macchine. Ma cari, noi non siamo macchine. Ma poi... Ma poi ci accorgiamo che spesso finiamo la benzina e non sappiamo cosa fare. Fa tanto bene sapersi fermare per fare il pieno, per ricaricare le batterie. Ma attenzione, non per immergersi nelle proprie malinconie o rimuginare sulle proprie tristezze. Non per pensare che mi ha fatto questo o quello, facendo teorie dove si comportano gli altri. No, questo non fa bene, questo è un veleno, no, questo non si fa. Il silenzio è il terreno su cui coltivare relazioni benefiche, perché permette di affidare a Gesù ciò che viviamo, di portargli volti e nomi, di gettare in Lui gli affanni, di passare in rassegna gli amici e dire una preghiera per loro. Il silenzio ci dà una possibilità di leggere una pagina del Vangelo che parla della nostra vita, di adorare Dio ritrovando così la pace nel cuore. Il silenzio permette di prendere in mano un libro che non sei costretto a leggere, ma che ti aiuta a leggere l'animo umano, di osservare la natura per non stare solo a contatto delle cose fatte dagli uomini e scoprire la bellezza che ci circonda. Ma il silenzio non è per incollarsi ai cellulari e ai social. No, per favore, la vita è reale, non virtuale. Non avviene su uno schermo. La vita avviene nel mondo.
per favore non virtualizzare la vita. Lo ripeto, non virtualizzare la vita che è concreta. Ismétlem, hogy ne virtualizáljátok az életet, mert az élet az valódi, nem virtuális. Capito? Megértettétek? Il silenzio dunque è la porta della preghiera, la preghiera è la porta dell'amore. Dora, vorrei ringraziarti, a te Dora, perché hai parlato della fede come di una storia di amore. È bello quello, eh? È la tua esperienza. Dove ogni giorno in questa storia d'amore affronti le difficoltà dell'adolescenza. Ma sai che c'è qualcuno con te, qualcuno per te, e che quel qualcuno, Gesù, non ha paura di superare in te ogni ostacolo che incontri. La preghiera aiuta a fare questo, perché dialogo con Gesù, come sì, come la messa e incontro con Lui, e la confessione e l'abbraccio che si riceve da Lui. Mi viene in mente il vostro grandissimo musicista, Ferenc Liszt. Durante la pulitura del suo pianoforte furono trovati dei grani del rosario che forse rompendosi erano caduti dentro lo strumento. È un indizio che mi fa pensare come prima di un componimento o di un'esecuzione, magari anche dopo un momento di divertimento al pianoforte, fosse abituale per lui pregare. Parlava al Signore, parlava alla Madonna di ciò che amava, che metteva la sua arte e i suoi talenti nella preghiera. Pregare non è noioso. Lo dice tu, Fepre. Imádkozni nem unalmas. Siamo noi a farlo noioso. Mi vagyunk azok, akik talán unalmassá tesszük. Pregare è un incontro col Signore, è bello quello. Imádkozni nem jelent más, mint találkozni. Találkozás az Úrral. Ez egy nagyon szép dolog. E quando pregate? E quando pregate? Non abbiate paura di portare a Gesù tutto quello che passa nel vostro mondo interiore. Gli affetti, i timori, i problemi, le aspettative, i ricordi, le speranze. Tutto. Anche i peccati. Lui capisce tutto. La preghiera è dialogo di vita, la preghiera è vita. Bertala, ma sei bravo tu, eh? Oggi non hai avuto vergogna di raccontare a tutti l'ansia che a volte ti paralizza e le fatiche nell'avvicinarti alla fede. Che bello quando si ha coraggio del vero, che non è mostrare di non aver paura mai, ma aprirsi e condividere le proprie fragilità con il Signore e con gli altri, senza nascondere, senza camuffare, senza indossare maschere. Grazie per la tua testimonianza, Bertrand, grazie. Il Signore, come racconta ogni pagina del Vangelo, non fa grandi cose con persone straordinarie, no, ma con persone vere, limitate come noi. Invece, chi si basa sulle proprie capacità e vive di apparenze per sembrare a posto, tiene lontano Dio del cuore perché si occupa di se stesso soltanto. Gesù, con le sue domande, col suo amore, col suo spirito, ci scava dentro per fare di noi persone vere. E oggi c'è tanto bisogno di persone vere. Tanto. Vi dico una cosa, sai qual è il pericolo oggi? Di essere persona finta, per favore mai persona finta,
sempre persona vera, con la propria verità. Figyelmeztetlek benneteket, hogy sose legyetek hamisak, ne legyetek hamis személyek, hanem mindig igazi személyek, igaz emberek. Padre, io mi vergogno perché la mia realtà non è buona. Sa, padre, io ho delle mie cose dentro. Guarda avanti al Signore, hai coraggio. Il Signore ci vuole come noi siamo, come siamo adesso, ci vuole bene così. Coraggio e avanti, non spaventarti delle proprie miserie. Talán azt mondanátok, hogy atyám, de annyi szenny van bennem, és szégyellem magam. Arra biztatlak benneteket, hogy menjetek előre az Úrral. Mindig menjetek előre. E a questo proposito, e a questo proposito, ci ha colpito quanto hai detto tu, Tudor, a partire del tuo nome, che porti in onore del Beato Teodoro, un grande confessore della fede, che richiama a non vivere di mezze misure. Hai voluto far suonare la sveglia, dicendo che lo zelo per la missione è anestetizzato dal vostro vivere nella sicurezza e nell'agio, mentre a non molti chilometri da qui la guerra e la sofferenza sono all'ordine del giorno. Ecco allora l'invito: prendere in mano la vita per aiutare il mondo a vivere in pace. Lasciamoci scomodare da questo. Chiediamoci, ciascuno di noi, io che cosa faccio per gli altri? Che cosa faccio per la società? Che cosa faccio per la Chiesa? Che cosa faccio per i miei nemici? Vivo pensando al mio bene o mi metto in gioco per qualcuno, senza calcolare i miei interessi? Per favore, interrogamoci sulla nostra gratuità, sulla nostra capacità di amare. Amare secondo Gesù, cioè amare e servire. Sto finendo, restate tranquilli, non annoiatevi. Már lassan a vége felé tartok, ne izguljatok. Cari amici, c'è un'ultima cosa che vorrei condividere con voi. Una pagina del Vangelo che riassume quanto ci siamo detti. Un anno e mezzo fa ero qui per il congresso eucaristico. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, c'è una bella pagina eucaristica che è al centro un giovane. Racconta di un ragazzo che era nella folla ad ascoltare Gesù. Probabilmente sapeva che l'incontro sarebbe andato per le lunghe ed era stato previdente. Aveva portato con sé il pranzo. Voi avete portato un pannino? Ti posso toccare magatokkal valamit enni? E questo aveva portato il pranzo. Ma Gesù sente compassione per la folla, erano più di 5.000, e vuole sfamare. Allora nel suo stile fa domande ai discepoli per sbloccare le loro energie. Chiede a uno di loro come fare ad arrivare una risposta dal ragioniere. 200 denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Come a dire maticamente, impossibile. Un altro nel frattempo vede che quel ragazzo e fa una constatazione, ma ancora una volta pessimistica. C'è qui un ragazzo che ha 5 panni di orso e 2 pesci. Ma che cosa è questo per tanta gente? Invece Gesù con quei 5 panni e 2 orse bastano. A Gesù bastano e avanzano per compiere il famoso miracolo della moltiplicazione dei panni. A ognuno di noi, con le piccole cose che abbiamo, anche con i nostri peccati, a Gesù bastano. Noi cosa dobbiamo fare? Lasciarlo nelle mani di Gesù. E con questo basta. Elég az, amikor a vétkeinket, vagy a bűneinket Jézusra bízunk, az ő kezébe. Ez teljesen elég ahhoz, hogy tovább menjünk.
Pero il Vangelo non racconta un particolare che lascia alla nostra immaginazione come avranno fatto i discepoli a convincere quel giovane di dare tutto ciò che aveva. No, io l'ho preso per il mio pranzo. Forse gli avranno chiesto di mettere a disposizione il suo pranzo e lui si sarà guardato attorno vedendo migliaia di persone e forse come loro avrà risposto dicendo «Non basta, perché chiedete a me se non ve ne occupate voi che siete discepoli di Gesù? Chi sono io?» Allora magari gli avranno detto che era Gesù stesso a chiederne. E lui fa una cosa straordinaria, si fida. Quel ragazzo che aveva il pranzo per lui si fida, dà tutto e non tiene nulla per sé. Era venuto per riceverla da Gesù e si trova a dare a Gesù. Ma così avviene il miracolo, nasce della condivisione. La moltiplicazione operata da Gesù comincia dalla condivisione di quel giovane con lui e per gli altri. Il poco di quel ragazzo nelle mani di Gesù diventa molto. Ecco dove porta la fede, alla libertà di dare, all'entusiasmo del dono, a vincere le paure, a mettersi in gioco. Amici, e finisco con questo, ciascuno di voi è prezioso per Gesù e anche per me. Ricordate che nessuno può prendere il tuo posto nella storia del mondo, nella storia della Chiesa. Nessuno può prendere il tuo posto. Nessuno può fare quello che solo tu puoi fare. Aiutiamoci allora a credere che siamo amati e preziosi, che siamo fatti per cose grandi. Preghiamo per questo e incoraggiamoci in questo. E ricordatevi anche di fare del bene a me con la vostra preghiera. Koshodom. Adesso preghiamo come Gesù ci ha insegnato, tutti insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, stiamo insieme. Most imádkozunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított imádkozni, mondjuk el az Úr imádságát, a mi atyánkot. Mi atyánk. Thank you.
in nomine Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E pregate per me. Thank you.
ezek után. De nagyon köszönjük Ferenc pápának, hogy eljött közénk, és különösen megható volt, hogy még Liszt Ferencet is idézte, és magyarul is szólt hozzánk. Így igaz. Nekem is nagyon nehéz megszólalni, és lehet, hogy lassan elhagyja ezt az arénát, de szerintem a mosolya, a kacsintása, a nevetései örökké itt fognak élni bennünk. Kati, egy felemelő beszédet hallhattunk. Neked van valami, ami nem tudom, hogy ki lehet emelni, mert végtelen sok. Itt vagyunk, az utunkat keressük, és jön Ferenc pápa, hogy útmutatást adjon. Van valami, amit ebből ki tudsz emelni, amit téged megérintett? De ahogy mondod, elég sok minden volt, amit felírtam, de talán ami legjobban megfogott, amikor azt mondta, hogy az ember nem attól lesz nagy, hogy mások fölé emelkedik, hanem attól, hogy másokhoz leereszkedik. Nem mások kárára, hanem mások szolgálatára. És ez különösen megható rész volt számomra, hiszen amikor körbe ment köztetek, akkor külön üdvözölte az én első sorban lévő mozgássérült barátaimat. Boti, egyébként neked mi volt a legfontosabb üzenet? Nekem nagyon, nagyon megérintett, ahogy visszautalt a itt lévő négy tanúságtevőre, és ahogy behozta őket is a beszédébe, és éreztette azt, hogy törődik velünk, hogy hallgat ránk, hogy figyel ránk, és valahogy nekem ez annyira azt a képet mutatta, amit annó Jézus is elhozott, és itt van most köztünk Krisztus földi helytartója, és amit 2000 éve Jézus Krisztus csinált, azt csinálja most velünk is Ferenc pápa. Ide jön, a vállunkra rakja a kezét, bíztat minket, hogy ő velünk van, ott szeretne lenni a mi útkeresésünkben, és szerintem ez egy csodálatos dolog, és így is fogalmazott, hogy...
Te vagy a mi reményünk, és a világ legszebb fiatalsága. Minden, amihez hozzáérsz, megfiatalodik, megújul, betelik élettel. Te éltetni akarsz minket. Bennünk vagy, velünk vagy, és nem hagysz el soha. Ha eltávolodunk, te akkor is mellettünk maradsz. Hívsz minket, és várod újrakezdésünket. Amikor a szomorúság, a düh, a félelmek, a kétségek vagy a csalódások miatt öregnek érezzük magunkat, te akkor is ott vagy, hogy visszaadd az erőt és a reményt. Bátorítsd a fiatalokat, hogy a családban tapasztalt nehézségek ellenére is érdemes családot alapítani, hűségesnek, nagylelkűnek lenni. Érdemes elköteleződést vállalni, érdemes életre szóló hivatást vállalni, és így megtalálni a legjobb késztetéseket önmagunk kibontakoztatásához és a legszebb, megosztható örömökhöz. Segítsd őket, ne hagyják, hogy rászedjék azok, akik féktelen, csak magukra figyelő életet reklámoznak, amely a végén elszigetelődésbe és a legfájdalmasabb magányba torkollik. Ma az ideiglenesség kultúrája uralkodik, ami illúzió. Azt hinni, hogy semmi sem lehet végleges, csalás és hazugság. Sokszor találkozunk olyanokkal, akik a házasságot idejét múltnak mondják. Az ideiglenesség, a viszonylagosság kultúrájában sokan azt hirdetik, hogy a lényeg a pillanat öröme. Nem érdemes az egész életre elköteleződni, végleges döntéseket hozni. Tanítsd meg fiataljainkat, hogyan szegüljenek szembe az árral, hogyan lázadjanak fel az ideiglenesség kultúrája ellen. S legyenek képesek a felelősségvállalásra és az igazán tiszta, önzetlen szeretetre. Urunk Jézus Krisztus, itt vagy közöttünk a kenyér színe alatt, s megmutatod, milyen törékeny tud lenni, és milyen törékeny akar lenni az Isten. Köszönjük, hogy táplálsz mindnyájunkat. Köszönjük, hogy megtanítasz bennünket a te szíveddel szeretni, és ezzel végtelen örök távlatot nyitsz előttünk, hiszen Krisztus, te vagy a jövőnk. Amen.
Ferenc pápa ezt mondja. Szeretném mindegyikteknek elmondani az első igazságot. Isten szeret téged. Nem baj, ha ezt már hallottad, emlékeztetni szeretnélek rá. Isten szeret téged. Ebben soha ne kételkedjél, bármi történik az életedben. Minden körülmények között végtelenül szeretnek téged. Talán az apáról szerzett tapasztalatod nem a legjobb, mert lehet, hogy földi apád távol volt és ritkán láttad. Vagy épp ellenkezőleg, nyomasztóan nehezedett rád. Vagy nem volt apád, akire szükséged lett volna. Nem ismerem a tapasztalataidat. Azt azonban bizonyossággal mondhatom neked, hogy teljes biztonsággal isteni atyád karjaiba vetheted magad, annak az Istennek a karjaiba, aki életet adott neked, és minden pillanatban éltet. Szilárdan megtart, és ugyanakkor érezni fogod, hogy teljesen tiszteli a szabadságodat. Szavában, azaz a Szentírásban sok kifejezés van a szeretetéről. Mintha ő maga keresné szeretetének különböző kifejezési módjait, hogy valamelyik szó eltalálja a szívedet.
Néha úgy jelenik meg Isten szeretete a Szentírásban, mint a szülők szeretete, akik játszanak a gyermekeikkel. Puha kötelékekkel vonzotta őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan leszek hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Máskor azoknak az anyáknak a szeretete jelenik meg, akik igazán szeretik gyermekeiket, szívbéli szeretettel, mely képtelen elfeledni és elhagyni a gyermeket. Megfeledkezhethet csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja el szeretteit méhes szülöttétől. És ha még az megfeledkezne is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Egészen odáig elmegy, hogy úgy mutatkozik, mint egy szerelmes, aki a tenyerébe tetoválta a szerelmét, hogy mindig a szem előtt legyen. Nézd, a tenyerembe rajzoltalak. Máskor szeretetének erejét és szilárdságát hangsúlyozza, mely legyőzhetetlen. A hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha, és veled kötött békeszövetségem meg nem inog. És felnézek a vizek fölé,
Isten számára. Nem vagy jelentéktelen. Fontos vagy számára, mert kezének műve vagy. Ezért figyel rád, és emlékezik rád szeretettel. Bíznod kell Isten emlékezésében. Az ő emlékezete nem egy merev lemez, mely rögzíti és archiválja összes adatainkat.
az ő emlékezete, együttérző, gyengéd szív. Aki örül, amikor véglegesen törli minden rosszasságunkat. Nem akarja számon tartani a tévedéseidet. És minden esetben segít, hogy az eleséseidből is tanulj valamit. Mert szeret téged. Keresi a percet, amikor csendesen hagyod, hogy szeressen téged. Keresi az alkalmat, hogy elhallgattasson minden szót és a belső zajodat, és egy percre szeretetének ölelésében maradj.
Krisztus szeretetből odaadta magát mindvégig, hogy üdvözítsen. A kereszten kitárt karja a legdrágább jele egy olyan barátnak, aki a végsőkig képes elmenni. Mert szerette övéit, akik a világban voltak. Mindvégig szerette őket. Szent Pál azt mondta, hogy arra a szeretetre hagyatkozva él, mely mindent odaadott. Isten fiának hitében élek, aki szeretett engem, és odaadta önmagát értem. Az a Krisztus, aki a kereszten megváltott minket bűneinktől, önátadásának ugyanazzal az erejével üdvözít és vált meg bennünket ma is. Tekints föl a keresztjére, kapaszkodj belé, engedd, hogy üdvözítsen, mert akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől, az elszigetelődéstől. Ha pedig vétkezel és eltávolodsz tőle, ő keresztjének erejével újra talpra állít. Soha ne feledd, hogy ő 70-szer, 7-szer megbocsát. Újra meg újra visszatér, hogy vállára vegyen. Ezt a méltóságot, amelyel ez a végtelen és rendíthetetlen szeretet ajándékoz meg, senki nem veheti el tőlünk. Ő lehetővé teszi számunkra azzal a gyöngétséggel, mely soha nem csal meg, és képes mindig visszaadni az örömöt, hogy felemeljük a fejünket, és újra kezdjünk. Most imádkozzuk közösen az Úrral való egység imáját. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
mennyei kenyeret adtál nekik, alleluja, amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad rám. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ferenc pápa tanításából, tanúságtételekből, szentségimádásból, dicsőítésből. Bízom benne, hogy mindjárt megéreztük azt, hogy Krisztus él. Ha a szívünk már telve van, nem szeretnénk titeket üres kézzel utatokra engedni. Ezért a kiáratoknál fogadjátok majd szeretettel a szívbombonokat, amit megváltozott munkaképességű magyar barátaink készítettek. Ültessétek el ezeket a virágmagokat a nap emlékére, és ahányszor ránéztek majd a kikelt virágokra, jusson eszetekbe Ferenc pápa üzenete, és ez a mai együtt töltött ünnep. Aminek még nincs vége. Mi ugyan elköszönünk, de maradjatok még közösen énekelni. Holnap pedig találkozunk a Kossuth-téri Szentmisén, ahol reggel 6 órától 8 óráig tudjátok elfoglalni helyeiteket. Örülünk, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Thank you.
szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy, Jézus, szent vagy, szent vagy, szent vagy, látni akar. Legutóbbi forráspontkor már énekeltük, úgyhogy aki ismeri, csatlakozzon bátran. Pápát együtt ünnepelni, és együtt lenni vele. Fantasztikus, innovatív gondolatai voltak. Őt áldjuk. Felséges, örökké hűséges, szengjük, hogy áll.
Szép estét mindenkinek!